épületeinknek a hőszigetelései rendre elvizesedhetnek, attól függően, hogy hol vannak. Tehát ha megnézzük, hogy tipikusan milyen hőszigetelések vannak és hol, akkor rájövünk, hogy ezek sok esetben nem nedvességtűrőek, tehát talán a nedvességtűrőek inkább a talajzónában a pincefalakat övezve vannak, ezek úgy vannak legyártva, úgy vannak készítve, hogy a nedvességre ne legyenek érzékenyek, tehát a talajvíz és talajnedvesség vagy talajpára nem károsítja őket, legalábbis nedvességnek ellenállóak. Viszont az összes többi helyen a homlokzaton, tehát a falainkon kívül, vagy az erkélyeink becsomagolásakor, vagy a tetőben jellemzően olyan hőszigeteléseket alkalmazunk, amik nedvességre érzékenyek. Tehát még egyszer a homlokzati hőszigetelések, a tetőhőszigetelések, az erkélyeket körülvevő hőszigetelések, vagy az áthidaloknál lévő hőszigetelések, ezek mind-mind olyan hőszigetelések, amik érzékenyek a nedvességre. Tehát ezek valami oknál fogva nedvességet kapnak, legyen az csapóeső, legyen az beázás, legyen az valami alulról történi felázás, vagy erkély problémák, vagy valami eres csatorna probléma, ami aztán áztatja a homlokzatot, vagy a falat, ez mind-mind nedvesíti a hőszigeteléseinket, és ide tartozik még az is, hogy a belső pára kifelé igyekszik, tehát ez a pára, ugye ez itt a belső tér, ezek a külső tereink, itt is, meg itt is, tehát a pára az kifelé igyekszik, és amennyivel probléma van, pára gát képződik valamiért, akár egy műanyag festék miatt, vagy akár egy rosszul megválasztott hőszigetelés miatt, vagy egyéb miatt, akkor ez a pára valahol a falszerkezetben megreked, és ilyenkor ezt a hőszigetelést, ami az útjába került, áztatja. Ugyanez van persze a tető felé, vagy egy födém, ha mondjuk ez egy régi, vagy egy olyan födém, amit itt hőszigetelünk, itt is ugyanez van, és a padlástér, ami hőszigeteletlen, vagy fűtetlen inkább, az itt is probléma lehet. Tehát, hogy ezek a hőszigetelések, ezek mind-mind, amik itt narancssárgával vannak jelölve, párától is nedvesedhetnek, illetve hát a többi korábban felsorolt tényező okán nedvesedhetnek, viszont ha egy anyag nedves, akkor nem hőszigetelő képes, tehát azt az egyetlen fontos funkcióját, hogy hőszigeteljenek, tehát mint egy kabát rajta legyenek az épületünkön, elveszítik nagy mértékben, hiszen nedves hőszigetelés nem hőszigetel, tehát fontos, hogy ezeket a nedvesség hatásokat kizárjuk, mert onnantól, hogyha nedvesednek ezek a hőszigetelések, vagy nem tudnak soha többet kiszáradni, vagy nagyon-nagyon sok év alatt, vagy az integritásukat veszve nem tudják ellátni feladatukat, hiszen összeroskadnak, összezsugorodnak, szétesnek, tehát magyarul nem tudnak rendesen funkciójuk szerint működni, tehát egy vizes hőszigetelés nem csak, hogy nem hőszigetel, hanem tönkre is megy. Tehát nem kell mondanom, hogy akkor egy új hőszigetelés kell a falra, az erkélyekre, a tetőre, ami nem csak költség, hanem időigényes dolog is, és addig pedig az épület nem tud energiatudatosan, energiahatékonyan működni, hiszen egy vizes szerkezettel rengeteg többletfűtés, rengeteg többlet problémát jelent. Tehát figyeljünk arra, hogy a hőszigeteléseink védve legyenek, és ne kerüljenek olyan helyzetbe, hogy mondjuk a pára, vagy egy tetőázás, vagy egy felázás tönkretehesse őket.